A Dorogi Márton Művelődési Központ szervezésében augusztus 13-án csillagfényes kerékpártúrán vehettek részt az érdeklődők, akik kereken százan voltak, és bicikliztek ki a Farkas-szigetbe, hogy együtt nézhessék meg a csillaghullást. A részletekről Galiné Mile Andréát, a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ Könyvtármúzeum intézményvezetőjét kérdeztük, aki elmondta, hogyan született az ötlet. Egy kicsit vissza kell menjek az időben, gyár közepére, ugyanis e, akkor jött az ötlet e, egy késő éjszakán, hogy valahogy meg kellene mozdítani a várost, egy kis mozgásba hozni szó szerint a lakosságot. És e, mi más lehetne erre alkalmasabb, mint a kerékpár, hiszen e, ugye tudjuk, hogy több kilométer kerékpár e, útvonal található Pispaklelyányban. Ezért arra gondoltunk, hogy egy kerékpártúrát kellene szervezni, de ugye a nyári hőség nem a legalkalmasabb a kerékpártúrázásra, ezért jött az az elgondolás, hogy egy lámpafényes kerékpártúrát szervezzünk akkor, ami ugye azt jelentette, hogy akkor 9 órától volt az indulás a művelődési központtól, és mindenkinek felhívtuk a figyelmét, hogy hozzon a kerékpárjára lámpát hiszen ugye ettől volt lámpafényes, illetve hát ugye az éjszakai közlekedésben, hogy mindenki jól látható legyen. És azt kell, hogy mondjam, hogy minden várakozásunkat felülmúlt az a nyár közepi kerékpár túra, hiszen akkor 98-an gyűltünk össze a művelődési központ körül, és tekertük le az 5 kilométert itt a városon belül. Onnantól kezdve pedig már azt kell, hogy mondjam, hogy a név kötelezett, hiszen amikor visszaértünk a művelődési központhoz, nagyon sokan megkérdezték, hogy akkor mikor készülhetnek a következő kerékpártúrára. Úgyhogy innentől kezdve azt kell, hogy mondjam, hogy muszáj volt következő kerékpártúrát szerveznünk, de hogy egy kicsi változatosságot csempészünk a dologban, most arra gondoltunk, hogy Csillagfényes kerékpártúrát szervezünk. Ugye augusztus közepén a csillaghullás, tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor a csillaghullás a leglátványosabb, ezért szombatra, tehát 13-ára időzítettük a következő kerékpártúrát, és itt az volt a koncepció, hogy kitekerünk a Farkas-szigetbe, ott keresünk egy megfelelő helyet, megkértettük, hogy hozzanak a részvevők pokrócot, illetve szúnyog és kullancsriasztót maguk, és akkor a Farkaszéketben kerestünk egy megfelelő helyet, ott letáboroztunk, mindenki leteríthette a kis takaróját, és akkor körülbelül egy ilyen óra hosszán keresztül voltunk a csillaglesen. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy több-kevesebb sikerrel, mert sajnos felhős volt az ég ilyen fátyol felhők voltak ezek igazából, tehát átsejlettek a csillagok, úgyhogy hát annyiban volt szerencsénk, vagy nekem is szerencsén, bár én közben jövésmenésben, mozgásban voltam, de még én is láttam egy olyan 5-6 hulló csillagot körülbelül, pedig ugye én a, hát egy olyan fél órát tudtam effektívként tartózkodni, úgyhogy bízom benne, hogy, hogy mindenki volt olyan szerencsés, hogy egy néhányat sikerült meglátnia, és akkor gyakorlatilag az egy órás tartózkodás után szintén csoportosan indultunk vissza a Farkas-szigetből, és érkeztünk meg a, a művelődési központhoz. Az intézményvezető ezt a kerékpártúrát is rendkívül sikeresnek értékelte, és azt is elmondta, nagy örömére sok gyerek vett részt az eseményen. Nagyon bízom benne, bármivel ugye 11 óra volt, mire visszaértünk, nagyon sokan a művelődési központhoz már nem is jöttek vissza, hanem ugye, ahogy beértünk a városba, úgy lemorzsolódtak, hiszen mindenki hazafelé vette késő éjszaka lévén az irányt. Úgyhogy igazából most erről a kerékpár túráról nagyon visszacsatolást nem kaptunk, de én bízom benne, hogy hasonlóan az elsőhöz most is nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Az idő egyébként olyan szempontból tökéletes volt, hogy már nem volt hőség, nem volt eső, tehát tényleg kellemes időben tudtunk kitekerni. Volt szerencség néhány csillag, hullócsillaghoz is, úgyhogy. Úgyhogy én tényleg bízom benne, hogy nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Most is megszámoltuk természetesen a résztvevőket, és kereken százan tekertek ki a Farkas-szigetbe. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a lelkesedését, aki akár az első, akár a második kerékpártúránkon részt vett, hiszen azért vagyok be őszintén, hogy 9 óra az már nem egy korai időpont, kezdésnek sem, és mindenki kitartott. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, ők pedig a gyerekek. Az első és a második kerékpártúrán is a késői időponthoz képest nagyon sok gyerek vett velünk részt, és hát ilyen négy-öt éves körülre satszolom a a legkisebb gyerekeket, akik külön kerékpárral érkeztek, úgyhogy minden tiszteletem az övéké, illetve a szülőké, hogy elhozták őket, és a gyerekek is letekerték ezeket a távolságukat, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nekik is, hogy ott voltak velünk és részt vettek. Illetve még egy záró gondolatként szeretném megköszönni a Püspökledányi Rendőrkapitányságnak a munkáját, a segítségét, hiszen ugye nélkülük ezek a kerékpártúrák nem jöhettek volna létre, akár az elsőre, akár a most szombatira gondolok. Előre le volt egyeztetve az útvonalunk, és ők biztosították az áthaladásunkat valamennyi forgalmasabb csomópontban kereszteződésben, illetve, hogy ha most szombatra gondolok, akkor ugye a 42-es számú főúton is át kellett kelnünk ahhoz, hogy célt érjünk, És úgy oda, mint a visszafelé úton is lezárták a 42- es számú főutat, hogy mindenki biztonságban áthaladhasson. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a rugalmasságukat, az együttműködésüket. A nagy érdeklődésre való tekintettel valószínűleg ősszel is lesz még kerékpár túra. Az előző két alkalom sikerére tekintettel még gondolkodunk abban, hogy még a rossz időbe állta előtt szeptember elején egy következő körös kerékpár túrát szervezünk, de ez még tényleg csak a a nagyon tervezés fázisában van, még nem gondoltuk végig, hogy akkor annak mi legyen a tematikája, hogy legyen, mint legyen, illetve hát ez még több dolognak a függvénye, hogy sikerül-e összehoznunk, de tervezünk, tehát van még ilyen gondolatunk, hogy még az, a tél a rossz időbe állt előtt azért még egy kerékpár túrát megszervezünk, hiszen azt kell, hogy mondjam, mint ahogy már említettem a legelején, hogy nagy, nagy sikerrel és szeretettel fogadták ezt a kezdeményezést a püspökledelnyiak, és úgy gondolom, hogy minden ilyet meg kell tartani, és meg kell becsülni.